Lettország az összes Stinger légvédelmi rakétáját átadta Ukrajnának, és hamarosan az összes rendelkezésre álló helikoptert is elküldi, jelentette ki Krisztiánis Karinsz lett miniszterelnök Londonban. Azt is megjegyezte, hogy a lett kormány a GDP több mint 1,3%-át költötte a Kijevnek nyújtott segélyekre, a katonai szükségletekre pedig további 1%-ot használtak fel. Emellett az ország az ukrán fegyveres erők katonáinak képzését is támogatja. A miniszterelnök elmondása szerint jelenleg mintegy 3000 ember képzése van folyamatban. Lettország 2022. február elején első körben Stinger légvédelmi rendszereket adott át Ukrajnának. A háború kezdete után pedig Riga, Kalasnyikov támadó fegyvereket, hőkamerákat, lőszert, felszerelést és száraz élelmiszert küldött Kijevnek. Nyáron a balti ország 4 helikoptert is átadott, és egy pénzgyűjtő kampányt indított drónok beszerzésére Ukrajna számára, de nem sikerült összegyűjteni a szükséges összeget.